I'm nice, sometimes I'm ice cold. And then it show, I started to dance. So don't you know, I'm getting down with the beat like I did in the past. Constrain myself and I'm doing it fast. Here is the question, are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, you will take your chance. Önkéntes tűzoltó egyesületünk szervezésében ez év augusztus 16-án, egy szombati napon, izgalommal telve indultunk útnak a Bükk-hegység lejtői felé, hogy megismerjünk egy várost és annak felbecsülhetetlen értékű kulturális kincseit. Útunk a Matyóföld szívébe, a Bükk déli lábaihoz, Mezőkövesdre vezetett. This is a party song that makes the party going on. Mezőkövesd, Heves és Borsodabói Zemplén megye találkozásánál fekszik. Természeti és kulturális látnivalóban gazdag táj várja az ide látogatókat. A Matyóföld szíve a kistérség gazdasági, kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi központja. Napjainkban fejlődő lélekszámú város, piaca élénkül és az idegenforgalom is fellendülőben van. A nap első részében a város nevezetességei közül néztünk meg néhányat, délután pedig megmártóztunk a méltán híres Zsóri gyógyfürdő lágy, enyhén kénes gyógyvizében. Látnivaló jócskán akadt ebben a történelmi mezővárosban. Matyó Múzeum, Szent László templom, Városi Galéria, Zsóri fürdő, Matyó tájházak, Mezőgazdasági Gépmúzeum, Kis Jankó Bori emlékház, iskola történeti gyűjtemény, Mézes Kalácsház. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes as a big limousine rolled up into Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Initials deep in the bark. A 18. században épített, többször bővített székesegyház bejárata előtt a templom védőszentjének, Szent László királynak szobra áll. A szobor alján márványtábla vésett felirattal.
A templom bejáratának jobb oldalán ugyancsak egy márványtáblával emlékeztek meg a templom átépítéséről, felújításáról. A márványtáblán ez áll. Ezt a templomot helyreállították a magyar millennium évében. A mezőkövesdi Szent László egyházközség hívei a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával. A műemlék jellegű templom helyén a 13. században már állt egy gótikus templom. Ez a későbbi idők folyamán szűknek bizonyult, ezért hajóját 1768-ban a meghagyott szentély kivételével lebontották. A szentély apszisának képe a főoltár felett Jézus Krisztust, a virág uralkodóját ábrázolja. A megváltó két oldalán balról az isteni erények, a hit, kereszt, a remény, horgony és a szeretet, szív látható. Jobbról a négy sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség található. Harangjait a templom a háborúk alatt többször elveszítette. A mostanit 1928-ban szerezték be, a nagy harangot pedig 1966-ban. Az orgona 1965-ben épült újjá. Két manuálos, pneumatikus rendszerűvé, így vált a régió legnagyobb hangszerévé. Az ősi szentély most a templom Mária kápolnája, ahol a gyóntató székek találhatóak. A Mária kápolna freskói az egyház művészeti jellegük mellett valóságos Matyó múzeumi értéket képviselnek, hiszen megörökítik a Matyó nép mindkét nemének és minden korosztályának népviseletét. A templom bővítése 1770-ben befejeződött, melynek emlékét a torony alatti bejárati ajtó fölött található címer felirata is jelzi. A templom mérete nagyobb tornyot kíván, ezért 1898-ban újabb torony épült. Ez az 1956-os forradalom során félig elpusztult. Újjáépítése 1960-ra fejeződött be. A főoltár mellett, mely Szent László királyt, a templom védőszentjét ábrázolja, még három oltár található. Szent Anna és Nepomuki Szent János oltára, illetve a Mária kápolna oltára. A főoltár képét Abátszalóki Kovács Mihály egri egyházi udvari festő készítette. A templom minden magyarázat nélkül is áhítatra hanguló freskóit Takács István, az egyházközség tagja, mezőkövesdi festőművész készítette.
A Szent László tiszteletére felszentelt székesegyház megtekintése után átsétáltunk a közeli Matyó Múzeumba, hogy megtekintsük a Matyó népművészetet bemutató szőttes kiállítást, illetve betekintést nyerjünk a Matyó kultúrába. A múzeum a volt koronaszálló épületének helyiségeiben tárja a közönség elé a Matyó múlt színes emlékeit, viselettörténeteit és népművészeti kiállításait. A gazdag gyűjtemény a város és környéke gazdag népművészeti, gazdasági, használati, iparos tárgyait tartalmazza. A múzeum kiállítása a Matyó népcsoport tűnőben lévő életmódját mutatja be. Színes népviseletükkel, híres népművészetükkel különleges néprajzi egységet alkotnak. Nevük a Mátyás népből származik. A közeli protestáns falvak lakói nevezték megkülönböztetésül a katolikus vallású lakosokat matyóknak. Jellegzetes díszítésük, népviseletük a 18. században alakult ki, és virágzott a mezőkövesdi hímzésrajzolók kezenyomán. A földszinti kiállítóteremben a zsűri által kiválasztott pályamunkák gazdag keresztmetszetét adják, Mezőkövesd, Szent István, Tard, Cserépfalu és Cserépváralja hímző hagyományainak. A szőttes kiállítás nem csak térben, hanem időben is elkalauzolja az érdeklődőt. A legkorábbi vagdalásos hímzéstől a 20. század elején elterjedő cipós horgolásig számtalan technikai megoldást, gazdag, motívumkincset, változatos szerkesztési módot találhatunk. Országos sírnevét Mezőkövesd színes népviseletével és szabadrajzú hímzéseivel szerezte. Kezdetben a lepedővégeket hímezték, az egyszerű vászont hímzések piros-kék fénytelen fonállal készültek. Később átértek a többszínű fonal használatára. Hímzéssel díszítették a legényink, lobogós ujját, majd a surcnak nevezett keskeny női vagy férfi kötény alját. A szabályos cipós madaras motívumok után az egészen más jellegű matyó rózsás lepedővégek következtek. A szűzsímzés motívumai, színei döntően hatottak a matyó díszítőművészet kialakulására. Ezeket a formagazdag, pompázatos színharmóniákban tündöklő hímzéseket rajzoló asszonyok ösztönös művészi érzékkel stilizálták és rajzolták le. A mezei kerti virágokat, rózsákat, tulipánokat, csillagokat közvetlenül vitték át irónyukkal házi vászonra és különböző alapanyagokra, ruhafélékre. Minden színnek volt jelentése. A fekete a matyó viseletben a föld színe, melyből a termés, az élet sarjad. A piros az öröm, a sárga a nyár, a nap színe. A kék a bánaté, az elmúlásé. Az első világháborút követően jelent meg a matyó hímzésben a zöld, mint a gyász színe. A háború halottaira való emlékezésül zöld folyókával hímezték körül a kötényeket.
a matyó hímzés összképe úgy hatott, mint a zöld mezőben tarkáló virágok. Van egy monda is a hímzéssel kapcsolatban. Eszerint egyszer egy matyó legényt elvitt az ördög. A mennyasszonya könyörgött az ördögnek, hogy adná vissza neki egyetlen kincsét. Az ördög azt mondta, visszaadja, de feltételül szabta, hogy hozza tele a leány a kötényét virággal. Csak hogy mindez télvíz idejében történt. A leány azonban furfangos volt, s telehímezte a kötényét rózsával, így visszakapta szerelmét. Azóta Matyóföldön nem csak a leányok, hanem a legények is cifra kötényt hordanak, hogy az védje őket az ördögtől. Valamennyi kiállított hímzés a hagyományőrzés és korszerűség jegyében méltó módon reprezentálja a magyar nemzeti kultúrkincs részét képező Matyó népművészet örökségét. Gyönyörködjünk hát a főttesek csodálatos világában! Az első emeleten sajnos filmezni nem engedtek bennünket, így csak néhány kockát sikerült lencse végre kapnunk. A nagy teremben korhűen berendezett Matyó otthon tárol elénk. A népviselet jellemző formáit, a hímzések történeti sorrendjét tanulmányozhatjuk fényképekkel és magyarázó feliratokkal. Láthatunk még gyönyörűen berendezett kékfestőműhelyt, illetve egy korhű Matyó lakodalmas menetet. Kocsit a mennyasszony ládájával és kelengyékkel. A mezőgazdasági gépek múzeuma Mezőkövesd egyik legjelentősebb látványossága, de jellegét tekintve Magyarországon is egyedülálló gyűjtemény. A közel 3000 négyzetméter alapterületen fekvő, skanzen jellegű épületekben látványos kiállítások sorakoznak, felölelve a mezőgazdasági munkaterület gépeit, eszközeit, kezdve a 19. század közepétől alkalmazott állati erővel működtetett járgányoktól, a 20. század közepéig alkalmazott modern traktorokig. A múzeum célja a paraszti és uradalmi gazdálkodásban egykor használatos gépek és munkaeszközök gyűjtése, felújítása és a nagyközönség számára való bemutatása, ezzel is szélesítve a látogatók műszaki kultúráját. A gépmúzeum Hajdú Ráfis János által 1979-ben létrehozott magángyűjteményből fejlődött ki. Alapítója, János bácsi, nagy szeretettel fogadott bennünket, s nagy örömünkre idegen vezetéssel is szolgált a páratlan értékkel bíró gyűjteményben. Hallgassuk csak! Hát akkor üdvözlöm a vendégeket, és akkor szólnék róla, hogy mit lehet itt látni. Hát nagyon régi gépeket, ez már 100 éves elmúlt, amit előttünk van. Ezek egyhengeres, négyütemű, benzinüzemű motorok, és hát valamikor ezekkel hajtották meg a cséplőgépeket, még a traktorok elterjedése előtt, mert ezek nem önjáró gépek. Ezeket még utat csatlakoztattak hozzájuk, és lóval vontatták egyik helyről a másikra, és mondtam, főleg cséplőgépet, de hát persze bármit meg lehetett velük hajtani. És hát ugye a 30-as évek végéig használták ezeket, mert akkor már ugye annyi traktor lett, hogy ezt kiszorítottam el. Traktorral a cséplőgépet is meghajtották, vontatni is lehetett, sőt szántani is. Úgyhogy mindjárt beindítjuk ezt a masinát, és akkor meghallják, hogy meglátják a működését is. Gyertek,
A tupló van. Mint a picit hallanak. Később gyártották ezeket az állományokat. Ezek már gyorsabb járásúak voltak, 300-at fordultak percenként, csak hát ezek nem is voltak olyan tartósak, mert Egy alulról húzza, másik mellé.
Elég hamar felkerültem Pestre, még 50-49 őszén, mert hát ugye nem akartam TS-be menni, azt akkor ipart választottam. Hát segédmunkást tudtam. Aztán, tehát gépes família volt ugye nagyapámnak, meg hát sok gépes, csak körülöttünk 5 családnak volt cséplőgépe. Pisti! Itt kövesd, de 42 cséplőgépet államosítottak. Úgyhogy jártak fel a szlovák határi bércséplésre. Ugye nagy családok voltak, főd nem volt elegendő, és akkor ebből éltek. Ez volt a fő foglalkozás a bércséplésre. És aztán, hát az én nagyapám is, az is ezzel foglalkozott. Hát ugye a kevés föld mellett ezzel így együtt el megvoltak. Aztán, hát ezeket nem gyűjtötték, hiába néztem én a múzeumokba Pesten. Aztán, hát itt meg csak tudtam egyiket és másikat is. Ez volt itt a szomszéd községben, mert itt mindenkitől elvettek mindent, még egy szerszámot se adtak hozzá. Minden, itt közel 100 motor volt, ilyen stabil motor, mert Kövesden nagyon sok vállett. Nappali villanyszolgáltatás, mert helyi áramfejlesztő volt, és az csak esti órákban adott áramot, és csak 942-ben kapcsolódtunk, mint a Barcikát, meg Egert összekötő vonalhoz, és addig mindenféle műhelyberendezés motorokkal hajtottak, úgyhogy közel 100 család tulajdonában volt a motorikus erőgép, de mindenkitől elvettek kiméletlenül mindent, viszont ezt láttam, hogy egy első világháborús hadifogoly, Kozák Ivánnak hívták, de nagyon jó szakember volt. Hát ő neki meghagyták ezt a gépet, és ő ezzel fűrészelhetett. Ugye orosz tolmács volt, meg stb. Ugye így békén hagyták, és aztán hát ez volt az első gép, amit megvásároltam. Utána azt még kerestem, mert ugye sok gépet volt, amit elástak, befalasztak, meg szénával, szalmával beraktak, ugye. Úgy menekítették, azt szép lassan így jött össze. Úgyhogy hát. Meg kisfalvakban jobban megmaradtak, a bükki, a hegyi kisfalvakban. Ott a hatóság nem szállt úgy rá, mert csak egy-kettő volt. És akkor hát ott a jobban, mert úgyhogy nagyobb részt itt a bükkhegységből kerültek össze ezek a nagyobb gépek. Ezek itt a malmi vízi erőgépek. Van erre sok-sok féle stabil motor, itt ahogy mondtam, a kisebbekkel műhelyberendezéseket, nagyobbakkal meg olajütőket, darálókat, kisebb malmokat hajtottak. Hát Kövesden 16 olajütő volt, aznak mindeniknek ilyen nagy motorja volt. Tehát 16 ilyen nagy motornak kellene itt lenni. Aztán ez a 3S szívógázmotor fával tüzeltek ebbe a kazánba, kevés levegővel, sok szénmonoxid képződött, mert ugye nem adtak sok levegőt neki, tökéletlen égés volt, és elzárták a kéménynyillást, és a motor, beszívatták a motorral a füstjét ennek a tüzelésnek, és az volt az üzemanyag, a mindgáz. És olcsó volt, mintha benzinnel volt. Yes, I am, yes.
gyerekek el! Külön figyelmet érdemel a múzeumnak helyt adó mezőkövesdi porta, ahol a 19. századi tüzelős ól, a 20. század elején épült magház és kisebb ólak engednek betekintést a hagyományos paraszti gazdálkodásba. A gyűjtemény törzsanyagát a gőzgépek mellett több mint 200 hazai és külföldi gyártású robbanó motoros erőgép, több mint 100 különböző mezőgazdasági gép és számos egyéb mezőgazdasági eszköz néprajzi tárgy alkotja. Több mint 30 nagyméretű, egyenként 2-3 tonna súlyú, ma is működőképes benzines lokomobil található itt. A mezőgazdasági gépészetet a gyáripar által 1880 és 1950 között előállított mezőgazdasági gépi munkaeszközök reprezentálják. Sok-sok használati tárgyat megérinthettünk, kipróbálhattunk. No persze azért akadt olyan is, ami még nekünk is feladta a leckét. Kedves az aurak, ha nincs is ereje. Itt van, ezt a kihúzod. Zoli, kihúzod, azt meghajtod. Aha. De már működnek. Így meghajta, nem? Csak meg nem tudom, mit kell. Nem, csak is el van zárva. De már egy komolyan. Gyula, gyere már! Beindítjuk! A kintre fújakorongban rugau el. A dégti is. A réma nyugodt. Nem nyugodt. Tartjuk meg, hogy beindulunk, elmegy amarra. Thank you.
gépmúzeum megtekintése után a mindenki által áhítozott és mindenkinek ajánlható pihentető gyógyfürdőzés előtt egy rövid pihenőt követően még szétnéztünk a közeli népművészeti alkotóházakban, illetve tájházban. Ezekkel a képekkel búcsúzunk Mezőkövestől, a Matyó fővárostól. This is a party song that makes the party going on.